Ezek a felvételek akkor készültek, amikor Tolnaváros önkormányzata felhatalmazta Apelszofer Ágnes polgármestert, találjon megfelelő szálláshelyet az esetlegesen Ukrajnából a városba menekülők számára. A kiválasztott ingatlanok azóta számtalan változáson, felújításon estek át, és ma már két család számára nyújtanak menedéket. Most nyilván nem egy nagyszabású felújításról beszélünk, csak egyáltalán lakhatóvá tettünk a városban két olyan létesítményt, ami korábban lakás céljára, vagy bérlakás céljára, vagy szükséglakás céljára szolgált. Az egyiknél könnyebb volt ez a feladat, a másiknál nehezebb, mert nagyon lelakott épületről volt szó. Ezeket én meg tudtam valósítani, mert az önkormányzat a költségvetésében biztosított arra keretet, hogy bizonyos összegig én ezekről rendelkezhetem. Most arról döntöttünk, hogy ezekbe a lakásokba menekülteket fogadunk be, és ezeket a menekülteket támogatjuk, akár anyagilag is. És itt most nem pénzbeli támogatásról van feltétlenül szó, hanem az ellátásukról gondoskodunk. Hozzá kell tennem, hogy minden hónapban 4000 forintot per nap, per fő visszaigényelhetünk, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez majdnem be fogja fedni az ő költségeiket, és hogy ezekben a lakásokban élő menekültekkel haszonkölcsön szerződést kötünk, mert hogy azért le kell ezt papírozni valahogy, hogy ők itt vannak nálunk. Nyilván nem fizetnek sem bérleti díjat, sem rezsiköltséget, ezeket az önkormányzat finanszírozza, de mindenképpen szükségesnek gondoltam, hogy ez hivatalos legyen, teljesen hivatalos. A tolnai önkormányzat a költségvetésben egyelőre 3 millió forintot különített el arra, hogy a menekülteket segítse. A önkormányzati ingatlanban eddig 5 menekült van, de gyakorlatilag a tegnapi napon lett kész a másik lakás, és összesen 10 menekültet tudunk fogadni. Akik itt vannak, 2 édesanya és 3 gyermek, ők már regisztráltak is az idegenrendészeten is voltak, és van egy 5 éves kisfiú, aki akár, hogyha az édesanyja úgy látja jónak, akkor óvodába is járhat. Tolnán és Mözsön is nagyon sokan megmozdultak egyébként. Akkor, amikor arról volt szó, hogy milyen módon tudnának segíteni akár ezeknek az embereknek, akár a máshol lévő embereknek, nagyon sok adomány gyűlt össze, és ennek a két lakásnak a berendezési tárgya is zömmel, tehát a bútorokra gondolok, és a lakás felszerelési tárgyakra zömmel adományokból kerültek ki, sőt, voltak olyan vállalkozók is, akik ingyenesen vállalták a munkát a felújítás során. Az önkormányzat legutóbbi ülésén arról is döntött, a védettség alatt álló épületek tulajdonosai számára anyagi hozzájárulást biztosít, amennyiben azok felújításra szorulnának. Az úgynevezett értékvédelmi pályázat, ami helyi védettség alatt lévő épületek felújításához biztosít némi forrást. Most felmerült a képviselőtestületi ülésen, hogy talán kevés az összeg, amit a költségvetésben erre biztosítottunk, de most egyelőre erről döntöttünk, tehát 2 millió forint van elkülönítve a költségvetésünkbe. Ez a megszokott módon a város honlapjáról letölthető űrlapon kell beadni ide a hivatalba, és nyilván a főépítész úr és a műszaki szakemberek minden segítséget meg fognak ehhez adni. Lakásonként 400 000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, de tekintettel arra, hogy az építő anyagárak mérhetetlenül megemelkedtek, így szóba került az is, hogy esetleg később ezen módosítunk. De mondom, ebben az esetben most nem tudtunk, mert a költségvetés ekkora összeg gettett lehetővé számunkra. Egy másik pályázati alap kiírásával pedig azoknak a tolnai diákoknak és családjaiknak kívánnak segítséget nyújtani, akik felsőoktatási intézményben tanulnak és kiemelkedő tanulmányi eredményt produkálnak. A tolnai tudásért elnevezésű pályázat második félévi keretösszege 2 millió forint.